Az előadás keretében az energiatakarékosságról és az alternatív energia előállításáról is szó volt, a többi között a napenergia, a szélenergia és a geotermális energia felhasználásának módszereiről és házi előállításainak lehetőségeiről. Gyakorlatilag a hőenergiát elő tudjuk állítani, ugye a napenergiát azt nagyon egyszerű módon, különböző kollektorokkal, kezdve a sörkollektortól, a különböző dobozokkal elő lehet állítani, akkor ugyanakkor csőkígyókkal a geotermális energiát is relatív egyszerűen elő lehet állítani, hogy a földből kiszedjük az energiát szintén csőkígyókkal, de ugyanakkor a komposzt kazán is most már érdekes, hogy például a komposzt fölmelegszik, azt is csőkígyókkal ki lehet szedni az energiát. Az előadók szerint az alternatív energia előállítás hazánkban még gyermekcipőben jár, ezért fontosak az ilyen jellegű ismeretterjesztő előadások. Az energiatakarékosság tekintetében fontos a megfelelő szigetelés is, ennek egyik módja a házak náddal való szigetelése, amely a többi szigetelő anyagtól eltérően természetes anyagokból készül. Akármit, hogyha letakarunk vele, ugyanúgy, mint a fa, tehát nem izzad, tehát nem penészedik be a fa belülről. Tehát légáteresztő a fal, lélegzik, ami a lényeg. Tehát nagyon nagy probléma manapság, tehát a penészesedés a házba. Ezt a náddal lehet kerülni, csak kicsit több a munka vele, de kifizetődik mindenféleképp. Az előadást az Innova program sorozat keretében szervezték meg, amely célja a tájékoztatás, az újítások, a fejlesztések ismertetése az érdeklődőkkel, az egészségügy, a mezőgazdaság, az ipar és más szakterületeken is.